Szeretettel köszöntöm mindazokat, akik érdeklődnek intézményünk iránt, és megtekintik iskolánk életéről ezt a rövid összeállítást. Történetünk 1880-ban kezdődött, amikor Pánti Endre katolikus plébános megalapította, majd mindennel felszerelte az akkori leánynevelő intézetet. A gyermeklétszám folyamatos növekedése a férőhelyek számának emelését tette szükségessé. Ennek érdekében 1982-ben került átadásra a Kölcsey úton az új épületegység, helyi szóhasználattal élve a Sárga iskola, mely 2009 és 2011 között tovább bővült, kívülbelül megújult, megszépült. Európai Uniós pályázat keretében 355 millió forintos nagyszabású iskolabővítési és korszerűsítési projekt valósult meg az intézményben. Ennek eredményeként az Ipolyi térről átköltözött az alsó tagozat, így napjainkban már egy épületben folyik a tanítás. A beruházásnak köszönhetően jelentősen javultak az oktatás feltételei. Új aulával bővült a földszint, európai színvonalú nyelvi laborok szolgálják az idegen nyelv tanítását, korszerű könyvtár, szaktantermek, számítástechnika terem, klubszobák kialakítására került sor. A tantermek több mint felébe új bútorzat került, korszerű audiovizuális eszközök, interaktív táblák, projektorok segítik a tanítást-tanulást. Iskolánk elnevezése az elmúlt időszakban többször változott. Kölcsey Ferenc nevét 1987 óta viseli, és azóta különösen nagy gondot fordítunk névadónk szellemiségének, munkásságának, iskolánk hagyományainak ápolására. Intézményünkben nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó képzést folytatunk 8 osztályos rendszerben. Tanulóink létszáma 520 fő, 23 osztályt, 9 napközis és egy tanulószobai csoportot működtetünk. A gyerekek nevelését, oktatását 47 pedagógus végzi, és az ehhez szükséges feltételeket 17 technikai dolgozón biztosítva. Kiemelt figyelmet fordítunk a komplex személyiségfejlesztésre, a minőségi nevelőoktató munkára, tehetségeink gondozására, a lemaradók felzárkóztatására, a differenciált képességfejlesztésre, a sokszínű tanórán kívüli tevékenységekre. Ennek köszönhetően szívesen iratják be hozzánk gyermekeiket a szülők. A Kölcsey Ferenc általános iskolában mindig kiemelt szerepet kapott a tehetséggondozás. Különösen előtérbe került a matematikai, logikai, a természettudományos és testi kinesztetikus tehetségterület. A természettudományos terület nagy múltra tekint vissza. Nyári természetvédőtáboraink, a rendszeresen szervezett erdei iskolák jó lehetőséget kínálnak a természetrajongó gyerekeknek kikapcsolódásra. Ökoiskolaként rengeteg programot szervezünk, melyeknek nagy része már hagyományjá vált. Azért szeretek ide járni, már kerülsek a tanítónénik. Szeretem az osztálytársaimat, sokat lehet mozogni, szép az iskola. Néhány évvel ezelőtt iskolánk csatlakozott egy városi támapos pályázathoz konzorciumi tagként, melyben felvállaltuk a tehetségek gondozását matematikai logika területen. Ennek a programnak a folytatásaként azóta minden évben megszervezzük a 7.-8. osztályosok tehetséggondozását. Kiválasztásuk már a 6. osztály év végén megtörténik, előzetes mérések és megfigyelések alapján. Jelenleg 19 8. osztályos tanulóval dolgozunk, akik szívesen vesznek részt ezeken a délutáni, másfél órás foglalkozásokon. A tananyag sokrétű, mivel több célt szolgál. Készülünk versenyekre, ezért beiktatjuk a versenyfeladatok megoldását. 8. osztályban fontos a középiskolai felvételi dolgozat megírása, ennek érdekében sok ilyen stílusú feladatot oldunk meg. Ezek mellett játékos, érdekes feladatokkal, szituációkkal ismerkedve fejlesztjük a tanulók különböző képességeit a matematikához kapcsolódó kompetencia területen. Azért szeretek ide járni, mert ez az egyik legszebb iskola a városban, ökoiskola, nagyon sok foglalkozásra
lehet itt járni, meg versenyekre is. Az iskolánk fő profilja továbbra is a nagy hagyományokkal rendelkező sportéletünk. Közel 30 éve történt, hogy az emelt szintű testnevelés osztályt beindítottuk. Jelenleg 12-14 csoportban folyik rendszeres, tervszerű tevékenység, mely a versenyekre való felkészülést és a szabadidő tervszerű eltöltését szolgálja. Versenysportunk továbbra is kiemelkedő eredményeket produkál. Sportolóink évente 30-40 versenyen indulnak. Atlétáink ebben a ciklusban több megyei első helyet, helyezést szereztek meg, és országos szintű megmérettetésre is eljutottak. Kézilabdásaink az elmúlt években több alkalommal végeztek a megyei döntő dobogós helyén, és országos döntőbe is jutottak. Nagy hagyománya van a novembertől márciusig tartó óvodás tornánknak is, melyre az emelt óraszámú testnevelés első évfolyamára jelentkezőket várjuk szeretettel. Már kétszer is részt vettünk a TV2 nagy vagy családi vetélkedőjén, ahol nagy küzdelemben értékes tapasztalatokat szereztünk. Én is nagyon szeretek ebbe az iskolába járni, mert az osztályunk nagyon sok programon vesz részt. Voltunk Angliában is, színházban minden évben elmentünk, Pesten voltunk kirándulni, Visegrádon, de nagyon sok tanulmányi versenyen is részt vettünk, nagyon sok lehetőség van erre. Legjobban a diákok a csapatversenyeket szeretik, például a Bújai Magyar és Matematika verseny és a Teleki Történelem verseny. Egyéni versenyekre is van lehetőség, az Arany János Magyar verseny, a Bendekúz és az Rényi Matek verseny. Az angol nyelv oktatására nagy hangsúlyt helyezünk, ezért a 2014-15-ös tanévtől emelt szintű angol nyelv oktatást vezetünk be az első osztályban. A gyerekek már ekkor kezdenek ismerkedni a nyelvvel, mondókák, dalok és játékok segítségével. Délután szakkörökön bővíthetik tudásokat az alsó tagozatosok. Felső tagozaton az 5. és 6. évfolyamosok számára szintén biztosítunk szakköröket. 7. és 8. évfolyamon heti 4 órában tanulják a nyelvet a gyerekek. Délután tehetségfejlesztő foglalkozásokon vehetnek részt az angol iránt érdeklődő tanulók. Évek óta sikeresen szerepelünk az Ingrid Nemzetközi Angol Tanulmányi Versenyen. Az It Winning nemzetközi projektbe is bekapcsolódtunk. Ezen a területen is nemzetközi elismerést szereztek tanulóink. Comenius nemzetközi pályázat keretében más országok gyermekeivel dolgozunk egy környezetvédelmi projektben. Tanulóink anyanyelvi környezetben gyakorolhatják a nyelvet, mivel már 8. éve szervezünk angliai utakat számukra. Nagyon szeretek ebbe az iskolába járni, ugyanis számos délutáni programon vehetünk részt. Matek szakkör, kézilabda, focilabda, angol szakkör, tenisz. Mintegy 200 kisiskolás tölti nap mint nap a délutánját az iskolában. Fontos, hogy ez idő alatt játszunk, pihenjünk, tanuljunk. A házi feladatok elkészítése mellett lehetőség van olyan játékokra, melyeket otthon egy-két testvérrel nem lehet játszani. Minden nap változatosan telik, sokat mozgunk, labdázunk, csúszdázunk. Az udvaron készül az óriási homokvár, itt a foci meccsek helye, kis kertészek gondozzák, öntözgetik a virágokat. Télen madáretetőket teszünk ki, a kis madarakról így gondoskodunk. Ha rossz az idő, akkor sem bánkódunk. A tanítónénik segítségével vágtunk, ragasztottunk, gyöngyöt fűztünk, szőttünk, fontunk, batikoltunk, kis hajót építettünk, sárkányt kötöztünk. Időről időre más-más csoport foglalkozásain is részt veszünk. Szüreti mulatság, aszfaltrajzverseny, cserebere, ügyességi és sportvetélkedő, karácsonyi farsangi játék, színes programokkal szervezett napközisnapok. Nagyon szeretek ebbe az iskolába járni, mert nagyon sok versenyen veszünk részt a tanárokkal együtt. Tavaly részt vettünk a Tehetség.pont én vagyok versenyen, amin 5. helyezést értünk el, értem el a fotó pályázaton.
Kedvenc tantárgyaim az a sport, a természettudomány, közülük is a kémia, a biológia. Ezeket nagyon szeretem, sok mindent tudtak adni a szaktanárok. 8. év végére egyre több sikert értünk el a versenyeken is, órákon is egyre többet tanultunk. Rendkívül fontosnak tartjuk tanulóink anyanyelvi nevelését. A választékos, helyes nyelvhasználatra úgy a szóbeli, mint az írásbeli kifejezőkészség fejlesztésével neveljük őket. Több mint 10 éve jelzik munkánk eredményességét országos mese, vers és novellaíró pályázatokon elért dobogós helyezések, többek között a Tehetség.pont Én vagyok országos első helyezése. 2006-ban elnyertük az Ácskató Irodalmi Alapítvány által adományozott az Év műhelye kitüntető címet. 2009-ben a Sárga iskola meséi címmel irodalmi antológiát jelentettünk meg tanulóink legsikeresebb műveiből. Mi magunk is szeretnénk lehetőséget teremteni tehetségeink bemutatkozására. Immár 5. éve rendezzük meg Meseszép Mesekép címmel megyei meseíró és illusztráló pályázatunkat, amelyet idén először angol nyelven is meghirdettünk, nemzetközivé téve a versengést. 2013. januárjában önkormányzati fenntartásból rövid ideig államiba kerültünk, majd szeptembertől a Baptista Szeretetszolgálat vette át az intézmény működtetését, fenntartását. Ez új lehetőségeket, programjaink bővítését, nevelőoktató munkánk további fejlesztését teszi lehetővé. Jelmondatunk, a baptista iskola több, mint iskola. Mit is jelent ez? Olyan nevelésben, oktatásban szeretnénk részesíteni tanulóinkat, melyre fel lehet építeni egy egész életet. Abban segítjük őket, hogy az eddigieknél is többet kapjanak. Azért dolgozunk, hogy iskolánkban a gyerekek teljes körű támogatást kapjanak személyiségük és képességeik kibontakoztatásához, továbbá olyan hasznosítható tudást és nyelvismeretet szerezzenek, amellyel megállják a helyüket továbbtanulásuk során is. Ehhez rendelkezésre állnak a nemzetközi kapcsolatok, a sajátos rendezvények és programok, a finanszírozási feltételek, valamint nem utolsó sorban egy jól felkészült, korszerű ismeretekkel rendelkező, mindig megújulni kész, nagy szakmai tapasztalattal bíró nevelőtestület.